Borkai Zsolt polgármester éppen a győri filharmonikusok egyik koncertjén jelentette be, hogy a város megpályázza az Európa Kulturális Fővárosa címet. Mindez akár egy új hangversenytermet is jelentett a zenekar számára, ugyanakkor nagyon komoly szakmai kihívás is, mondja Füke Géza igazgató. Egy ilyen Európa Kulturális Főváros címelnyerésekor egy olyan évadot kell szerkesztetni valamennyi kulturális intézménynek, amelyre méltán felkapják a fejüket Európa szerte, és olyan programokat kell kínálni, ami vonza Magyarország, illetve Győrbe, ha esetleg mi nyernénk meg a kultúrára éhes közönséget. A zenekar elismertsége ma már Európa határain is túlmutat. Mint megtudtuk, a japán turné kapcsán kiemelkedően magas számban keresték fel a felkelő nap országából az együttes honlapját. Miközben majdnem 30 ezeren élőben is látták a társulatot játszani, de itthon is jelentősen megnőtt a látogatottság, köszönhetően annak, hogy szinte minden koncerten telt ház volt. A győri filharmonikus zenekar megértette azt az üzenetet, és képviseli most már hosszú-hosszú évek óta, hogy mi itt Győrben, amit tudunk, magas színvonalon tudunk csinálni, azt meg kell, hogy tudjuk mutatni a környező régiónak is, annak a régiónak, ahol mi élünk, annak a régiónak, aminek a központja Győr városa. Éppen ezért nem volt kérdés az, hogy más városokban is bérletsorozatokat indítva, itt a környéken és a határon túl is nagyon sokat tudtak játszani az elmúlt időszakban a győri filharmonikusok. Ez nagy büszkeség számunkra, hiszen a győri kulturális élet kvázi nagyköveteiként el tudtak jutni ezekre a helyekre. A jövő évad egyik újdonsága egy új bérlet, ami már a hatodik lesz a győri kínálatban. Az Istvánfi Benedek hangversenysorozat az egyházi ünnepekhez kapcsolódik, amelyen hosszú távon új koncerthelyszíneket is bevonna a zenekar. Nagyon-nagyon nagy várakozással tekintünk az evangélikus központ újjáépítése elé, hiszen az evangélikus öreg templom, azt talán önök is nagyon jól tudják, korábban is volt hangversenyhelyszín, méghozzá egy remek hangversenyhelyszín. És nekünk az lenne egyébként a célunk, hogy alapvetően a terem lehetőségektől függően akár több fajta felekezetnél, vagy ha egy felekezetnél, és akkor több fajta helyszínen tudjunk ezekkel a hangversenyekkel megjelenni. A sajtótájékoztatón elhangzott, a régi bérletesek számára június 10-ig tartják fent korábbi helyüket, június 13-tól viszont már mindenkit kiszolgálnak. A jegyárakhoz képest ez ismét nagy kedvezmény, hiszen a legtöbb esetben a bérlettel tulajdonképpen két koncert ingyen van. A zenekarral idén el lehet jutni a bécsi koncerthouse-ba is, ahová a bérletesek számára külön járatot indítanak Győrből, ezért külön természetesen nem kell fizetni. Az új évad számos világsztárt is ígér, Éva May, Miklós Erika, vagy az ötödik tenorként is emlegetett Ramón Vargas is fellép a zenekarral.